Főpíreink. Az erdészeti, a természetvédelmi hatóság és a nemzeti parkok szakemberei továbbra is ellenőrizni fognak minden fa kitermelést, mondta Zámbó Péter. Nemzeti tábor néven új pártszövetségbe tömörül Izraelben Benny Gantz, Kék-Fehér és Gideon Saar új reménypártja. Több ország is felszólította az Európai Uniót, hogy korlátozza vagy tiltsa be az orosz állampolgárok számára a rövid távú schengeni vízumokat. Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter szerint Amerika már a háború szélére jutott Oroszországgal. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Légtérbe repülést tart a Magyar Honvédség ma Budapesten az augusztus 20-i légi bemutató előkészítéseként, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A tárca felidézte, hogy a Szent István napi programsorozat részeként augusztus 20-án 9 órától csaknem 1 órás légiparádét láthat a Duna felett a budapesti közönség. Ennek előkészítéseként katonai helikopterek és repülőgépek tartanak légtérbe repülést Budapesten az augusztus 20-i légiparádé helyszínén. A Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán megnövekedett hanghatásra, valamint részleges folyamzára lehet számítani, hívta fel a figyelmet a HM. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, írta közleményében a minisztérium. A Karácsony Gergely által vezetett Budapesten és az ellenzéki vezetésű belső kerületekben nagyon gyorsan születnek a döntések, olyan, mintha minden szakmai protokollt felrúgnának, mondta Ungi Attila, a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője a heti TV Pirkadat című műsorában. A képviselő beszélt a különböző kerületekben és a fővárosban lezajlott forgalom átszervezésekről. Ennek kapcsán megemlítette, amikor városvezető volt, akkor többször is kapott megkeresést a lakosságtól utcák forgalmának átalakítására, sebességkorlátozásra. Szerinte egy ilyen forgalomváltoztatás rendesen azonban nem megvalósítható ennyi idő alatt. Hozzátette, úgy tűnik ezekkel a szabályozásokkal csak azt akarják elérni, hogy kiszorítsák az autósokat a fővárosból, nincsenek tekintettel senkire, azokra sem, akiknek munkaeszközük az autó, és még lehetne folytatni a sort, zárta szavait. Az ukrán-magyar határszakaszon 8067 ember lépett be szombaton Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 11.344-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 470 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Vonattal 420-an érkeztek, köztük 139 gyermek, az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre, tudatta az ORFK. A budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a készenléti rendőrséggel együtt segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is, áll a közleményben. Az erdészeti, a természetvédelmi hatóság és a nemzeti parkok szakemberei a fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelet módosítása után is ugyanúgy ellenőrizni fognak minden fakitermelést, mint eddig. Erről az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára beszélt. Zámbó Péter azt mondta, minden benyújtott fakitermelési terv előtt helyszíni bejárást tartanak a szakemberek, és vagy engedélyezik az erdőgazdálkodóknak a fakitermelést, vagy nem. Amit most a jogszabályokban megnyitottunk, az a vészhelyzetre vonatkozó intézkedéseket vetíti előre. A viszonylag gyorsan nagy mennyiségű fára lenne szüksége az országnak, fogalmazott. Az államtitkár hangsúlyozta, az éves tervek értelmében az év hátralévő részében 1,3 millió köbméter tűzifa kitermelését fogják elvégezni az állami erdőgazdálkodók, emellett számítanak magánerdőgazdálkodók által kitermelt tűzifára is. Elmondása szerint jelenleg 3,8 millió köbméter akácfa kitermelésére van legális lehetőség, nem védett és nem naturás területen.
Ha szükség van rá, akkor ezeket a területeket veszik előre. Magyarországnak nagyjából 400 millió köbméter élőfa készlete van. Ennek gyarapodása átlagosan 13 millió köbméter évente. Ebből a 13 millió köbméterből termelnek ki az állami és a magánerdő gazdálkodók átlagosan 8-8,5 millió köbmétert évente, amiből 3-4 millió köbméter tűzifa ismertette. Tehát közel 4-4,5 millió köbméter tartalék van a rendszerben, tette hozzá. Külföldi híreink. Nemzeti tábor néven új pártszövetségbe tömörül Izraelben Benny Gantz kékfehér és Gideon Saar új reménypártja, valamint Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök és csapata. Izraelben november 1-én előrehozott választásokat tartanak 3 éven belüli már 5-5-ször, miután júniusban a kormánykoalíció elvesztette többségét a Knessetben, mert a jobbra párt több politikusa bejelentette, hogy nem támogatja tovább a 8 párti jobb és baloldali centrista, valamint egy arab pártból álló nagy koalíciót. Eisenkot 2 emberét viheti magával a választási listára, a 16. és 18. helyet kapják majd meg. Az eddigi közvélemény kutatási eredmények alapján az új pártszövetség 10-12 képviselői helyre esélyes a törvényhozásban, de többre számítanak a népszerű tábornok csatlakozása miatt. Az új párt megalakulásával Gantz lemondott pártja eddigi nevéről, a kék-fehérről, Saar pedig az új remény nevet adta fel az új, közös nemzeti táborért. 80 sebesültek meg egy lövöldözésben Jeruzsálem óvárosánál vasárnap, a támadót elfogták. Hajnali 13:30 kezdődött a lövöldözése a Jeruzsálem óvárosa mellett egy megállóban veszteglő autóbusz utasaira, és a közeli járókerőkre lőtt rá a támadó, majd elmenekült. Reggel fogták el a közeli arab lakónegyedben, Siluánban. Haslövést kapott egy állapotos nő is, kórházba szállították, gyermekét pedig császármetszéssel segítették világra. Az újszülött állapota súlyos, de stabil, az anyáé pedig életveszélyes. Egy 60 év körüli sebesültet fej- és vállövéssel kezelnek egy jeruzsálemi kórházban, állapota stabil. A többi áldozat ennél könnyebben sérült meg. Azok, akik vesztünket kívánják, megfizetik az árát a civilekért, írt a közösségi üzenetében Yair Lapid izraeli kormányfő. A merénylet egy héttel az Izrael és az iszlám dzsihád közötti 3 napos heves gázai harcok után történt, melyben több mint 1000 rakétát lőttek ki izraeli településekre a gázai övezetből, miközben az izraeli hadsereg légi csapásokat mért az iszlám dzsihád terrorszervezet katonai célpontjaira az övezetben. Elhunyt Zvika Pik, az izraeli popzene királya. A Nyárvégi szerelem és a Mary Lou című klasszikus izraeli popszámokat jegyző zenészt 72 éves korában ragadta el a halál. Zvika még Harry Pick néven 1949. október 3-án a lengyelországi Wroclawban született. 8 éves korában vándorolt ki családjával Izraelbe. Amikor 21 éves volt, az 1970-es évek elején megkapta a Hair című musical főszerepét, mint Claude. A szerep nyomán jelentős rajongó tábora lett. Több ország köztük Ukrajna, Észtország, Lettország, Finnország és Csehország is felszólította az Európai Uniót, hogy korlátozza vagy tiltsa be az orosz állampolgárok számára a rövid távú schengeni vízumokat, tiltakozásul az ország ukrajnai inváziója ellen. Lengyelország egy olyan koncepció kidolgozásán dolgozik, mely lehetővé teszi, hogy ne adjon ki vízumot az oroszoknak, nyilatkozta a lengyel külügyminiszter helyettes vasárnap, hozzátéve, hogy a következő hetekben születik a döntés ezügyben. Olaf Scholz német kancellár elutasította a vízumkorlátozásra vonatkozó felhívásokat, és azt mondta, az oroszok vízumainak általános tilalma nehezen elképzelhető. Az EU külügyminiszterei várhatóan ebben a hónapban egy informális találkozón vitatják majd meg az intézkedést, bár a blokk 27 tagjának általános jóváhagyására lenne szükség ahhoz, hogy egy ilyen politikát végrehajtsanak. Minden korábbinál nagyobb területen pusztított erdőtűz Európában az idén, az Európai Unió figyelőszolgálatának adatai szerint. A közösség műholdakkal és földi szenzorokkal működő megfigyelési programja, adataira támaszkodó Európai Erdőtűz Információs Rendszer kimutatása szerint az idén augusztus 12-éig 659.541 hektáron pusztított erdőtűz. Az eddigi rekordot 2017-ben jegyezték fel, amikor időarányosan az év elejétől augusztus 13-áig 420.913 hektár erdő égett le.
Az elpusztított terület nagysága az év végére megközelítette az 1 millió hektárt, 988.087 hektárra nőtt. Az EFIS 40 ország, az EU-s tagok és további 13 ország területéről gyűjti az erdőtüzekről szóló adatokat. A szolgálatot 2006-ban állította fel az Európai Bizottság. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári tűzszezon hagyományos vidéke, azaz a mediterrán térség mellett egyre gyakrabban csapnak fel a lángok a kontinens középső és északi részének erdeiben. Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter, interjút adott a Wall Street Journalnak. Az interjúban többek között arról is beszélt, hogy szerinte Amerika már a háború szélére jutott Oroszországgal és Kínával szemben, ami szerinte a világ szempontjából is aggasztó, olvasható a Mandiner cikkében. Mint mondta, a háború szélén állunk Oroszországgal és Kínával olyan kérdésekben, amiket részben mi hoztunk létre, mindezt anélkül, hogy bármilyen koncepciónk is lenne azt illetően, hogyan fog ez végződni, vagy hova vezetne. Nem lehet most azt mondani, hogy szétválasztjuk őket és egymás ellen fordítjuk a többieket. Mindössze annyit tehetünk, hogy nem gyorsítjuk fel a feszültséget és lehetőséget teremtünk. Ehhez pedig kell, hogy legyen valamilyen cél, idézték Kissinger interjúját. Híreinkről bővebben a breyerpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, most pedig röviden az időjárásról. Ma napsütéses, változóan fátyol és gomoly felhős, kissé füllett meleg idő ígérkezik. Este többnyire gyengén felhős, csillagfényes idő várható. A hőmérséklet jellemző átlaga 23 és 34 fok között lesz. Köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!